Nagyon szépen köszönjük ezt a hozzászólást. Valóban szinte méltó módon foglalta össze mindazt, amiről már jó volt. Ez egy külön köszönet, és úgy tudom, hogy most egy hozzászólással szintén készül. Köszönöm, hogy szükségben van. Dr. Bocska János edzőnkkel együtt szeretném elmondani azt, hogy jó pár évvel ezelőtt Simon Sándor, Dunapataj, Varga utcán, mindenki tudja, most Rákóczi utca, lakóidős dunapatai falus felül társunk, kéretett magához, már 80-on körül jár, és egy fényképet kaptam tőle, hozzátette, hogy a képen látható asztalos segédékre, az asztalos műhelyben nem a hátoldalán szereplő nevek arcmásai. Elmondta, hogy az ő egyik nagynénye a törtés oldaltal, tehát tőlük nem messze a törtés oldalban lakott, és az ő szemszédságában, az ő szavaival élve működött egy falusi bordélyház. Ebben a bordélyházban mulattak az említett június 24-i napon négyen a vörös katonák közül. És akkor megjelent ott a szomszédságban az ő nagynénye, aki egyben keresztanyánál lakó, Szilágyi Jolán, úgy említette Sanyi bácsi és Szomori Tiborné. Megjelent és felelősségre mondta ezt a négy részeg dordizoló katonát, és enkezőleg lelőtte őket. Sanyi bácsi szerint elvitték a közös temetőbe, és talán ők lehetnek azok a négy ismeretlen névvel jelölt halottak, akik ott vannak a közös temetőben, és mint négy ismeretlen, így jelennek meg az emlékművön. Én amennyit tudtam, elkezdtem utána kutatni, volt munkahelyemen a Hadtörténeti Intézetben, a levéltárban néztem meg, ahol a 40 éves évfordulóra az összes ellenhető iratból egy majdnem tökéletesnek mondható népsor készült azokról, akik a 19-es harcokban a Vörös Hadsereg oldalán részt vettek. Itt ezt a négy nevet nem találtam, és akkor mentem dr. Bocska Jánoshoz, a jegyzőnkhöz, aki most el fogja mondani, hogy ő mint jegyző milyen úton, módon próbálta megtalálni ezt a négy embert, és milyen sikerrel járt. Ha már szóba került Szilágyi Jolán, úgyis mint Szamveri Tiborné, ehhez viszont Szamveri Tibornak nem volt törvényes felesége Szilágyi Jolán. 1945 után boldoztam könnyű volt neki bizonyítani, én voltam Szamveri Tibor felesége, és akkor ez egy nagyon jó mutatott, hogy Szilágyi Jolán, aki akkor a Mindarajziskolának volt a növetéke. Szamveri Tibornak volt egy eljegyzett mennyasszonya, ifjabb társa volt Szilágyi Jolánnak, úgy hívták egy Gosztonyi Mária, a Somogyi bátyüdőkkel voltak birtokosok a szülei. Ezért a kapcsolatért, ugye Szilágyi Jolán emigrált, Gosztonyi Máriát 1920-ban kiutasították az országból, évtizedeken élt Olaszországban, és Gosztonyi Ida nevezett, és szintén mindrajziskolát, mint keramikussal együtt megalapítottak egy kerámia műhelyt, ami az észak-itáliai reneszánsz mintákat vette alapul. Amikor visszajöhetett Gosztonyi Mária Magyarországra, akkor itt dolgoztak tovább Bárdibükön, de a budapesti lakásuk a Lánci utca 23-ban volt az első emeleten, én meg a Földszín 4-ben laktam. És ismertem Gosztonyi Máriát, tehát mértékadó helyről tudom ezt a plegyka, vagy valóság, Mária néni, hogy mesélte, mind mesélte. Van további folytatása, és ez már végképp nem ide tartozik. Akkor kérem a jegyző urat, hogy mondja el, ne én mondjam el helyette, hogy milyen munkát végzett. Köszönöm. Köszönöm szépen, maradnék a helyen, mert viszonylag rövid lesz. Köszöntöm én is a tanácsadás résztvevőit. Mivel nem bizonyítható a forrás hitelessége, kérem tekintsenek el attól, hogy neveket és településeket említsek. Birtokomban van az elektronikus levelezés, amiben megkíséreltük házi nyomozás keretében kideríteni, hogy azok a személyek azokon a településeken születhettek-e, van-e anyakönyvi nyoma a születésüknek, adott esetben a 19-es haláluknak, de ebben sajnos egy esetben az állami anyakönyvvezetések előtti születésről volt szó, tehát kizárható volt, hogy ennek nyomát találjuk. A
másik három esetben pedig egy névazonosság vezethetett volna eredményre, de kiskorú volt az illető, akinek nem valószínűsítette a vörös katonasság abban az időben. Ugyanakkor ez csupán arra érdemes és arra hívja fel a figyelmet, hogy az anyakönyvek útján, a nevek útján rendelkezésünkre álló adatok áthathatók olyan kutatási helyekre, ahol mélyebb eszközök, összevethetőségek vannak, és eredendően kizárható, hiszen ha itt több szám elhangzik, hogy hány százan haltak meg 19 környékén, és ha nálunk mégis ad alapot ennek a négy embernek az azonosíthatósága, akkor megérdemli, hiszen ha ők ennek a hadseregnek a tagjai voltak, akkor 63 hősről nem beszélhetünk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Pasi, úgy szeretem még néhány. Az egyik csak egy hozzászólás, Bárti János Sörös Imréről tartott előadásához. Az 1970-es években már készülöttek a hatai katolikus plébánián arra, hogy rendbe hozzák a szelidi elágazásnál lévő egykori katolikus temetőt, amely elhagyott állapotban volt, és akkor a plébánosnak azt mondtam, hogy meg kell menteni Sörös Imrének a sírját. Hát egy kicsit ózkodott, mert félt. Mondom, ne törődjön vele, minden felelősség az enyém, meg végre fogom hajtani. Hát Sörös Imrének a fehér márványból készült sírkövét behoztuk, rendbetetettem sírkövessel, készítettünk egy kisebb fajta ládikót, és megástuk a sírt, és a fémből készült koporsót kinyitva Sörös Imrének kiemeltük a hamvait, azaz a csontokat, és egy idő után beletettük ebbe a kis ládába, és az sírkővel együtt a katolikus templom északi oldalán most is ott van, tehát ha valaki arra jár, akkor ott egy kis négyzetméternyi betonozott hely van a sírkő előtt, ott van Sörös Imre, a nagy 48-as katolikus pap, akit bekasztíztak a Habsburgok jó pár esztendőre, de utána 20 évig még itt volt Patajon Leváros. A másik. Együtt vagyunk, és egy fontos bejelentésem benne. Előre bocsátom, hogy dőreség lenne arra gondolni, hogy én most a vállamat veregetem, de az elmúlt évtizedekben mindegy 20 jelentős kulturális és természeti kincset, értéket mentettem meg, tucatnyi emlékművet, a Szelinitónak megnagyobbított természetvédelmi területét, a Felsőzátony védetté nyilvánítását, stb. Stb. És most lenne ez a bejelentésem a következő. A mostani megújított, felállított 1919-es emlékművet, amely ott van a kivégzettek fölött, be kell hozni a református templom környékére, exhumálni kell, akik ott vannak, és ismét oda eltemetve, persze tudományosan ezt földolgoznák antropológiailag, vissza felállítani ezt a 19-es emlékművet. Gondolkozzanak el ezen, mert egy lehetetlen állapot, hogy Patajtól 2 kilométerre hantolták el ezeket, meszet öntve rájuk, és ott hagyták, majd 55. november 14-én, mint említettem, ripityára verték, szétzúzták apróra ezt az emlékművet. Méltatlan helyen vannak.
még 10 évvel, 15 évvel ezelőtt fölmerült az, hogy kérem, ennél állítsunk egy emléket itt bent Patajon az halottak, az áldozatok nevével, és mondtam, hogy nem jó. Föl kell állítani, ez Patajnak a Mohácsa, föl kell állítani az eredeti 19-es emlékműnek a másolatát. Hát ez ott van. Patajt költségvetéséhez képest ez egy jelentéktelen összeg, mert ma már géppel föl lehet emelni, be lehet hozni, szakemberekkel, antropológusokkal föltárni, ez egy külön kötet lenne az áldozatok emlékére, és ott adni mindig tiszteletet, ahol ezeket Samueli kivégeztette. Köszönöm. Köszönjük szépen, javaslat a kívánat további vizsgálatot igényel, és majd a helyiek ennek utána fognak járni. Tiszteltel kérdezem, van-e még kérdés, hozzászólás? Igen, még tessék parancsolni, aki még igen. Igen, megszólítottam, csak azért legyen kérök szó. Nem mondhatják a kataiak, hogy nem pártolom a katai reformát, sokat a kálvinisták, ezt ugye a Kalucsai Rómában, hiszen jó néhány esztendővel ezelőtt volt a polgármester, hozzá segített bennünket egy Dunából kijönni a 13. századi hajóhoz, sajátuknak vindikálja, de én dunakataiként feltároztam be a múzeumban, ezt csak úgy jelzem, hogy tudják a hozzászólásomnak valami előzmény. Sír Tamás megszólított, hogy én máshogy láttam ezeket a történéseket. Persze nem akarja senki elvittatni a patagyak elsőbségét, hiszen a dátumok azok makacs számunk. Tehát indul valami Dunapatajon, ami azonnal elindul délfelé homok, megy visszafelé szakmás volt, és egészen érsőbb családig elmegy 21-ig ez a mozgalom. És hát én az előadásomban, mivel járt az ügyen, beszéltem már ezekről, de Kalocsán június 20-án egy nagy csata van. Amikor abban a kalocsaiak nem harcolnak, hogyha visszaemlékeznek az előadásomra, hogy a kalocs összes társadalmi rétege behajtja a derékát az érsök uradalomnak, az érsök hatalmának, így a kommunista hatalomnak is. Tehát azt mondják, hogy nincs értelme a harcnak, ezért azok a szállási parasztok, akik homokmérő szakmára és a hozzátartozó szállású érkeznek meg Kalocsára, és így mondhatózik ki egy harc, a vörösőrség ellen a vasútállomáson, ahol 10 vörös katona hal meg a támadók részéről egység. Most csak, hogy itt elmondott a forrásképpen rálátom az adat, aki ezt mondta, hogy azt írják a kalocsai híradások, hogy a kaszába, papába támadó szállási parasztokat a komoly fegyverzettel fogadták a vörösőrök. Ennek ellenére a 9 vörös katona közül 10 katona közül 9 lőtt sebbe hal meg, egy szúrt sebbe, azt írják, hogy kaszát túl vagy vajonítunk. Most ezt csak zárójelben mondom, történetek, tehát a forrásokat azért így kell használni. Tehát magyarul Kalocsán van egy csata, van hajóson is egyébként csata, Csanádon is, és van Patajon, ahol nem csak pataiak harcolnak, hiszen éppen az északi szállásoknak a parasztja itt vannak Patajon. Tehát én azért úgy gondolom, hogy nagyon nehéz a terminológiát megválasztani, hogy lehet ezen persze vitat, hogy itt indul, ott indul, de mégiscsak ezt tudni kell, hogy nem csak Patai ez a történet, hanem tényleg egy nagyobb térségben a történetéről beszélünk. Mint ahogy egy nagyon kellemetlen helyzetbe kerül a Mosics Ignác sok éve ezelőtt a Kalocsai Múzeum egy eladás után, amikor nekiszék ezek a kérdést, hogy miért beszél hülyeségüket, hogy ellenforradalmi rendszerű beszél a Horthy rendszer kapcsán. Szegény Ignác nem tudott mit válaszolni végig, csak nekem között ugye kimentem, hogy hát így hívta magát a Horthy rendszer. Tehát a terminológiákon lehet vitatkozni, lehetne azon alakítani, javítani, de hát vannak tények, amik tények, mint ahogy mink is mai napig a bátya és a dusnoki rácokat rácunk mondjuk, pedig katolikus horvátok, mert így mondják magukat. Tehát köcsük őket. Nem akarom ezt a történetet hosszúra nyújtani, de csak ezt szerettem volna a kérdéshez hozzátenni, hogy Patronin természetesen az érében térségnek a mozgalmáról beszélt. És még egy gondolat az emlékezet politikára. Kalocsán 1922-ben állítják föl azt az emlékművet, amit beszéltem, hogy újraállítjuk a rendszerváltás után.
de már a 20-as évek végén nincsenek ünnepségek. Tehát a 20-as évek végén már nem volunk, ott van mindenki, akinek a hozzátartozója meghal ezekben az eseményekben, de akkor már nem vonulnak ki. Ma kivonulnak a diagnózikról, van egy hivatalos politika. Most mivel nincsenek itt kalocsai, remélem, hogy nem a kalocsai tévében megy, ezért elmondom, csak a politikai pártok vannak ott. És hogy csak a katéjoknak jelzom, hogy nem kell fölmöglepődni, hogy mi történt. Ugye nem működött politikában, persze ezt nem azt mondom, hogy nem kell erre valamit tenni ezzel, de nem véletlen, hogy csak egy iskolai közötti szerzőkre. Tehát feladatunk van, hogyha tényleg fontosnak képzeljük, amik itt többször elhangoltak, hogy tovább kell adni, és utazoknak át kell venni ezt a személy közönségét. Igen. Történészek nem egyik dokon, mert én könyvtáros vagyok, és dokumentátor. Tehát a dokumentumokból dolgozom. De az az érzésem, hogy mi csak így súroljuk az összes történést úgy, mint aki a sapkát, de annak csak a fekete, vagy csak a fehér kockáját mutatja. Ezt most nem politikai oldalra gondolom, ha arra, hogy a részletkérdésekbe bonyolódunk bele. Ilyen részletkérdés az, hogy valamikor kitalálta a megyei pártbizottság, hogy a 40. évforduló és évforduló, és 1959-ben arra kötelezte Dunapartást, hogy állítson emléket a 18-19-es csodálatos eseményeknek. Mire ezt az akkori képviselőt a tanástagok, akkori tanástagok megszavazták, csak az volt a kérdésük, hogy egyetlen alkalmas hely erre a református parókia kerítésének a legutolsó széles oszlopa. És előbb eltöntak ott a fehér márványtáblát, belelésve, hogy megemlékezésről az 1918-19-es eseményekre, Dunapartai 1959. Ezt az akkori idevezényelt párt által idehelyezett, ám már nagyon rendes tanácselnökön kívül mindenki tudta, hogy 19-ben bizony ott nőttek és ott akasztottak Szamuelék. És amikor ezt a megyei pártbizottság megtudta, akkor őrjöntek, de már nem merték a táblát leszedni. A másik. Itt az egyik kerekasztal beszélgetés még a kezdetén. Itt elhangzott, nem idézem azt a történészt, Isten nyugosztalja meghúg, aki azt mondta, hogy a hősi halott csak az a hősi halott, akit beírtak az anyakönyvbe. Úgy látszik, hogy nem nézte tüzetesen az anyakönyvet, akit 20-ban, 21-ben jegyeztek be, ahol a 19-ben halt meg őcsem, mert az ő szerinte nem volt aktuális hősi halott. A katolikus anyakönyvet meg sem nézte, ahol a katolikus prédános, amikor visszajött, akkor augusztus 4-én beírta, hogy az ettől eddig tartó sorszám alatt azok a személyek vannak belejegyezve névtelenül, akik a június 24-i, 23-i, 24-i események kapcsán harcokban haltak meg, agyonlövöztek vagy felakasztottak a református templom előtti fákra. Közös sírba hantolták őket a közös temetőbe, pap beszentelése nélkül. Isten legyen gyűlölmös nekik és nyugodjon a békébe. Ezt ma már a kalocsai érseki levéltárban található meg. Ez ilyen dolgok most már kutathatók, mert a aktuális anyakönyvek vannak csak itt a plébánián. Hát ezért mondom, hogy ez a megjegyzés, amit én egy párszor idéztem már sok helyen, de soha vissza nem köszön. Csak hogy azon vitatkoznak, hogy darab-darab, hogy hány halott számháború. Köszönöm. Igen, még egy hozzászólás, tessék már is. Szabó László vagyok, a katolikus iskola vezetője, és Tamás utalt rá, hogy hatai gyerekek, a gyerekek hogy találkoznak 19-el, hogy nem. Tehát próbáltunk szervezni egy betérkedőt, 17 iskolának küldtem ki a meghívót, olyan 17 település iskolájának, ahol áldozatok voltak. A 17 közül egy jelzett vissza, hogy hajlandóan részt venni benne. De hogy a patei gyerekek hogy vesznek részt, hát bőjék héttel egyszer mindegyik patei gyerek találkozik a történettel. Ha máskor nem, ugye a 8. osztályban, mert teszünk egy körutat, és mindig a közös temetőben kezdünk a 8-osokkal, jelen van a szabad fő tudósítója, aki éppen a legutóbbi, ami bőjék héttel ezelőtt volt, szintén a társunk volt ezen a utazáson. A közös temetőben kezdtük, Tamás elmondta a történetet, és hát úgy látom, hogy gyerekeket ő mindig megrendülnek.
Tehát amit tudunk, mi itt megteszünk. És egy kis adalék, hogy milyen volt az emlékezet, milyen se. 69-ben a Lenin páncélvonat itt volt Patajon, úgy fent, és nekem még van egy kis alumínium jelvényem, akkor ugye egy iskolátyerek volt, ki voltunk terelve, és akkor szaladváltunk le föl a Lenin páncélvonaton. Hát el tudod képzelni, hogy akkor élő pataiakban ez milyen érzések hozhatott felszívó. Néhány dolgot szeretnék reagálni, az egyiket a június 24-i Forbes-i Bordéhán és Szamolai Kibordé született Szilágyi Jolán leülés négy embert személyesen nagyon lő. Tehát szeretnék visszafogottan fogalmazni, tehát én ilyen eseményen nem találkoztam a nevőszágyatok között. Tehát én úgy tudom, hogy az a 48, meg 13, meg 1 plusz 1, bocsánat, csak ilyen darabszámra mondom, tehát az a 63 személy, akik a halálát lehet, ők név szerint azonosíthatóak, és közöttük nincsenek vörös katonák. Ilyen történet nem kerül az iratokban soha. Se a történet legyőtárban, se a fővárosi legyőtárban, sok sem volt. Pedig ez egy olyan esemény, hogy majd emlékeztek volna, Bordéházban mindenki emlékezett volna, és lelőtt volna valahol. Mondom, nem kizárt, én nem szoktam felültetni ígéreteket tenni, de szóval én megígérem, tehát mi ugye szerintem annyival tartozunk 100 év után a századoknak, hogy rekonstruáljuk az ő halálukat legalább minimális szinten. Tehát az, hogy ismeretlen személy, és ugye itt előjön a Pascsik István úr által említett dolog, hogy én nekem nem tudom, hogy ez 2 kilométerre van a falu belterületétől, és szerintem a számra a kézzelfekvő az lett volna, már bocsánat, hogy ezt mondom, 1924-ben is, hogy a református parókia előtt állítom fel ezt is. Én ez a nagy kérdés számra, hogy miért nem ott? Lehet, hogy a kutatók meg tudják adni állal azt, hogy miért nem ott állították fel, és miért ott, ahol igazából hát ledobálták ezeket az embereket a tömegsírózáton, hogy volt úgy a temetésszerűség. De hát azért mégis ez számra egy nagyon furcsa községi megemlékezés, politikai gesztus. Most hallottuk, hogy Kalocsa már 20-as évekig nem is volt megemlékezés, most halljuk, hogy a diákokat meg lehet szólítani 8. osztályban mindenkész a felvételire. Egy dolgot hagyd mondjak már ezzel kapcsán, viszont még 19. szeptember 12-én újra temették őket, tehát a Pistemesírba kerültek. Szeptember elején kiexhumálták, 19-en került a katolikus temetőbe, és az egy zsidó kereskedőt engedték átvinni a zsidó temetőbe, és mindenki külön sírba van, tehát már 19. szeptember 12-én, és az első szentőket az összes sírt. Tehát ott elméletileg külön fogalmat rendet rakta a temetőbe. Igen, ez a rendet rakás folyamat, a kalocsai néplapnak a számba, ezek egy gyönyörű szépen rekonstruálni lehet, hogy ki hánya, hogy amikor emlékeznek meg miről. Számra az igazából a figyelemben méltó, hogy ez az iskolai rendezvény. Tehát meg vagy elhangzott, hogy a politikusok szoktak ezekkel a megemlékezések ellen. Tehát, hogy hogyan tudjuk integrálni szervesen egy nemzetnek, egy országnak, egy községnek, egy városnak a történetben ezeket a borzasztó cselekedeteket. Ne csak a falu szélén, most tudom, hogy ez a példa Kalocsájára nem lesz igaz, tehát ne csak a falu szélén egy ilyen borzasztóan többszörösen megcsonkított helyre kelljen kivinni messzire, messzinek számít szerintem ez a távolság, hanem próbáljuk meg a községi térnek a középpontjába integrálni, és hogy élővé tenni, ahogy ezt ön is mondta, valószínűleg nem ezekkel a borzasztó példákkal, de valahogy közelebb hozni, hogy igen a terv. Tényleg nagyon vált a terv, másik, nem tudom, milyen szállások ekölcött elődődnek, történt ez. És ezt nem fogom tudni sajnos kihagyni, ugye a Szamolai Tibornak a származása. Tehát... Igen, csak ebből milyen következtetés vonunk le, tehát az, hogy a Fehér tér során ugye szóba került az, hogy ennek a ellenforradalmi felkelésnek a vezetői terve ugye elmenekültek már 23-ok előtt, tehát akiken ugye az ostor csattant, és ez ugye mindig így van, azok az emberek, akik itt maradtak, hozzátartozóik, és legtöbbször 88 éves bácsik, a korábbszakban nem tudom, följövő emberek, szóval, hogy itt azért, amikor a Fehér térről beszélünk, akkor itt a hosszú, és a terror azokat az embereket érintik, akik a legkevésbé voltak érintettek ezeknek a történeteknek az elkövetésének. Tehát, és ugye az a narratíva, mint ugye egy érthető bosszúból és érzelmből eredő narratíva, hogy a zsidók tehetnek ezért, és én mert egy bosszú hadjárat ezen a környéken, vagy más környéken is, szerintem ennek a narratívának a, hogy is mondjam, a fenntartása, a 100 évvel események után nem szolgálja a nemzeti megemlékezésre, a közös
megemlékezésnek, meg az ápolt temetésének nevét nem zsidóként követték le tekintetésnek. Nem vallásosak voltak, nem gyakorolták, sőt ők meg akartak ettől teljesen szabadulni, sőt ők egyébként kitaszítóként élték ott. Ugyan azért fogalmaztam, hogy amit mondtam, nem felmentés, hogy is ott azért mondom, amit mondtam, viszont a korabeli közhangulat, tehát a 100 évvel ezelőtti közhangulat és az akkori események a hátterében viszont sajnos benne volt. Tehát ezért mondtam, amit mondtam, tehát szerintem abból a szempontból mindenképpen fontos beszélni, amikor te is mondod, hogy bocsánat, előző viszonyunk azért tegezem az Ádámot, akkor tehát, hogy mindig az okokozati kapcsolatokat fel kell tárni, és azért még egy dolgot szeretném mondani, most nem kerüljük szóba, de ezt szóba szeretném hozni, akkor Ádám megkapott ezt a kiváló előadását, nagyjából egyébként egy picit adaptált egy Dunapatajra, de akkor jött a kérdés a konferencián Budapesten, hogy Ádám miért erről beszél, és miért nem a fehér tervről beszél. Tehát azért szerintem ezeket fontos így. Mi az incentívből két éve létezik, mi akkor megkérdettük azt a programot mindenki számára elérhető módon, hogy mi a vörös terrornak és a fehér terrornak az áldozatait ugyanolyan mértékben és színvonalon szeretnénk tudományos szempontból feldolgozni. Tehát enkor, hogy megvan a vörös terrorizatnak, azt a listájuk megvan a fehér terrorizatnak, aztán is 100 éves évfordulóban, ígérem, hogy 2020-ban, ahogy tervezünk és visszakövethető módon látható, a fehér terrornak az áldozatait ugyanilyen részlességgel fogjuk feldolgozni. Kevesen vagyunk a munkához, és én csak nagyon örülnék neki, hogyha minél több ilyen konferencia lenne, ahol a generációkon átnyúló ötletek jönnek, én ezt egy fantasztikus ötletnek tartom. 21. századi ötlet, mostanában Spanyolországtól kezdve Románián át a kommunizmus áldozatainak az áldozatait újra hantolják, antropológiai vizsgálatnak pedig alá, újra temetik, és megpróbálják valahol ezt a történetet élővé tenni, és az emlékezetnek a korréteggel borított emlékezetet valahogy lefogalni. És szerintem ez egy kiváló terv, anélkül, hogy én községi terügyekbe tartozom. Szóval most a legkezdődött, amit állított. Utolsó oldás, mert igen, harmadszor szólasz meg, hogy ilyen szóval. Mert mindig vannak már érdekes kérdésnek, hogy Dunapatta védelmében a csalányt, hogy én nem vagyok Dunapatta születés, nem vagyok a kárpatriota, meg helytörténetű, simán csak megpróbálok tárgyalagosan foglalkozni az eseményekkel, meg a történésekkel, meg a létező dokumentálható tárgyakkal. Ezek közé tartoznak Dunapatain a temető, amióta itt létezik vallás, azóta van katolikus temető, hogy bejöttek a reformáció évei, lett református temető, amikor bejöttek az unitárius vallás évei, lett unitárius temető, a temető tehetségétől függően költöztek beljebb a falu megköltözött mindig kiebb, arra felé nem terjeszkedett, ahol az úgynevezett temető volt, ami szintén a falu közös érdeke és minden felekezet akaratával találkozva hozták létre. Ez szintén beszentelt föld volt. Lehet, hogyha Samuelik és a primékek tudják, hogy az egy közös temető, ami beszentelt föld, akkor nem oda viszik, hanem az állapba. De hát úgy tűnik, hogy ezek az ilyen szempontból is hihetetlenül műveletlenek voltak. Oda azért találták a közös temetőt, legelőször egy Dunapatti fogott, valószínűleg orosz hadifoglyot temettek, de akit találtak, csavargott, meghalt útszélen, valaki öngyilkos lett, nem tudják, hogy kicsoda, oda temették a közös temetőbe. Egy-két embert elhoztak, elvitték a református temetőbe, a sírkövére, sírjelére, ki van írva, hogy kicsoda, micsoda. De itt is vannak olyan kérdések, amik mind a mai napig feldolgozatlanok. Ezt nekem a karocsai zsidóság történetével foglalkoztó talán se tudta megmondani. Arkál Lajos, itt van kiírva, zsidó kereskedősegéd volt, Arkál Lajos a karocsai ortodox temetőben, az Arkál család sírkövér. Itt nyugszik Arkál Lajos ebben a szöveggel. Na most tudomásom szerint az ortodoxok nem temettek, meg újra temettek, hogy vihették át. Tehát az csak egy felirat, vagy ott van Elkán Lajos, és itt van Elkán Lajos, a mészen leöntve, 59-en, majdnem 59-en magában. Köszönöm szépen, tényleg megfejeztem, és köszönöm a türelmet. Szépen, hölgyeim és uraim, lassan azt mondom, hogy mindannyian úgy érezzük, hogy a téma minden oldalról, ha lehetett,
az feldolgozásra került volna, ha ez a téma feldolgozhatatlan lenne. De miután nem feldolgozható, ezért úgy vélem, hogy nagyon sok feladat van azok számára még, akik ezt a kérdést hivatásoknak tekintik. Történészek, muzeológusokat teszik, antropológusok, nagyon sok minden elmondott. Én azt hiszem, nekem nem marad más hátra, de rengeteg köszönet hangzott el a korábbiakban azért, hogy ezt a konferenciát a helyiek, az önkormányzat és hát a Veritas Intézet együttesen megrendezte. Nekem még meg kell köszönnöm az előadóknak a rendkívül színvonalas előadását, mert erre nem volt mód, meg kell köszönnöm azt, hogy a hallgatóság ilyen nagy türelemmel egy forró nyári délután végighallgatta mindazt, ami történt, és végezetben, de nem utolsó sorban a vendéglátást. Dunapatajnak köszönjük, a nem idevalók, nem ide tartozók, és csak vendégségbe jövők az, hogy ilyen szívesen láttak velünket. Köszönöm szépen!